Sziasztok, Eisler Zsolti vagyok. Úgy vagyok a palacsintával, mint gombócartúra csokoládéval. Szeretem a szögleteset, a kereket, az édeset, a sósat, a feketét, a fehéret, tényleg bármilyen csak palacsinta legyen. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ma egy sajtmártásban úszkáló, sajttal és sonkával töltött palacsintát fogok készíteni nektek. Természetesen első lépésben a palacsintát fogom elkészíteni, ehhez kimérem a hozzávalókat. Először is 250 g lisztet kimértem, nem fogom mindenről elmondani, hogy hány gram, a linkre kattintva ott lesz minden leírva. Most hozzáadom a 2 darab tojást, megy bele egy csipet só is, természetesen a szóda, a tej, és teszünk bele még sütőport is. Majd fogjuk is az egészet egy határozott pörgőforgó rúgással összezúzzuk. Egy kevés olajat kenek a serpenyő aljába, és akkor elkezdjük kisütni a palákat. Elkészültek a palacsinták, úgyhogy most elkezdem összeállítani a tölteléket. A töltelék, ugye, ahogy említettem, sonka lesz, és a sonkával semmi más nem csinálok, csak fölvágom kis apró darabkákra. Belemegy egy keverőtálba, mehet hozzá a durván ugyanannyi reszelt trapista sajt is, és kerül bele még a szalt paradicsom is. És még egy icipici petrezselymet teszek bele. És a tölteléket egy picit már előre összekeverem, azért csinálom a kezemmel, mert szerintem így jobban elvegyülnek a dolgok. Na, a töltelék egyelőre meg is van, megfogjuk és félretesszük. Most pedig megcsináljuk a sajtmártást. Először is egy kis vajat fogok felolvasztani ebbe a gyorsforralóba. Na, amikor a vaj elérte a cseppfolyós állagot, akkor hozzáteszünk egy kis lisztet. Igazából a sajtmártás ugye szinte teljesen ugyanúgy készül, mint a besamelmártás, legalábbis az én olvasatomban. Csinálok egy besamelmártást, és amikor az forr, akkor beleteszem a reszelt cheddar sajtot, és kész is. Na, a szmötyi elérte a kellő állagot, most elkezdem beízesíteni. Kerül bele szerecsendió, természetesen egy pöti só, és a sajt is. Megvárjuk, még a sajt elolvad, és akkor elkezdjük összeállítani a palacsintákat. Na, és még mielőtt elkezdenénk betölteni a palákat, még csorgatok hozzá egy keveset a sajtmártásból. Nem kell azért, hogy ebbe a sajtmártásba úszkáljon a sajt és a sonka, vagy hát ez a töltelék, mert ugye még az egész le lesz öntve a sajtmártással, úgyhogy lesz sajt bőven. Betöltjük a palacsintákat. Kerül a palacsintába némi spenótlevél, kerül egy kicsi töltelék ide a palacsinták közepére, majd az egészet megfújjuk, és akkor egy ilyen batyuba hajtogatjuk. Na, meg is vagyunk a betöltéssel, láthatjátok, hogy maradt palacsinta, de azért, mert van itt gógyi, Zsocapapa gondolt a desszertre is. Na, de térjünk vissza erre. Ezzel sincs már más dolgunk, mint hogy a maradék sajtmártással szépen nyakon öntsük. És mehet be a 180 fokos sütőbe, úszkve 15 percre, de majd lessük. El is készült az étel, veszek ki belőle egy adagot, és még megszórom friss petrezselyemmel. Természetesen meg is kóstoljuk, amit készítettünk, pontosabban készítettem. Nem volt nehéz dolgom, mert a palacsinta szerintem minden formában jó. Hát mit is mondhatnék, úszkál a sajtban, van benne egy kicsi aszalt paradicsom, ami egy picit ilyen savassá teszi, tele van tényleg sonkával is, sajttal is, úgyhogy elképesztően finom, és nem mellesleg jól is néz ki. Úgyhogy ha tetszett a recept és a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol csak lehet, kivéve az utcán, találkozunk még. Sziasztok! A videót a Soproni Óvatos Duhaj család támogatta.